A hétvégén megtartott vásár egyik kiemelkedő programja a Prosperitáti Alapítvány pályázatai által megvásárolt kapcsolható eszközök és erőgépek bemutatója volt, melyet az Agrárunió szervezett. A környék nyertesei mutatták be az elmúlt egyében sikeresen megpályázott eszközöket. Sokuk számára az alapítvány tette lehetővé, hogy fejlődni tudjanak. A Prosperitáti segítségével sikerült pályáznunk erre a gépre, amit most itt látnak kiállítva. Ez egy sorajművelő, amivel meg tudjuk művelni a szőlő és a fasorokat, és ezzel kiküszöböljük a gyomirtó használatát, és nem kell annyit kapálni az ültetvényünket. Gyorsabb lesz a munka, tisztábbak lesznek az ültetvények, és hát nem elsősorban elkerüljük a vegyszerek használatát. A tavalyi év során sikeresen pályáztunk még másik két pályázatra, és az idei évben is szintén nyertünk, tehát 4 sikeres pályázaton vettünk részt. Azt szeretném elmondani, hogy ha ezek nem lettek volna, ezeket a gépeket és felszereléseket nem tudtuk volna beszerezni, megvásárolni. Ez nagyon nagy segítség az itteni gazdáknak ahhoz, hogy tudjanak működni úgy, ahogy kell. Melyik körbe pályáztak? Az első pályázati körbe, tehát tavaly január, nem tudom én mikor kezdődött, és akkor augusztus végén kaptuk kész ez a traktort. Elégedettek a járművel? Műszakilag igen, vannak egy kis hibái ez az, de hát az elfogadható. Pályáznak-e még majd az elkövetkező körökbe? Hát igen, most is pályáztunk, meg is nyertük, most papírmunkát csináljuk. A múlt év első pályázati körében pályáztunk mezőgépek beszerzésére, írták ki a pályázatot, és sikeresen meg is nyertük a pályázatot. Itt van egy vetőgép, és egy permetezőgépet nyertünk meg az első körben. A pályázati nagyon nagy segítség volt számunkra, mivel így sokkal könnyebben tudtunk új gépeket beszerezni, mivel fejleszteni tudjuk a gazdaságunkat. Pályáznak-e még majd az elkövetkező körben, ha lesz megfelelő pályázati kiírás? Igen, minden pályázatot megnézünk, és amire úgy érezzük, hogy megéri pályázni, arra pályázunk. A bemutatón jelen volt Mennyhárt Attila, a szabadkai magyar főkonzulátus vezető konzulja, aki elégedettségét fejezte ki a pályázatok kapcsán. Hát ugye már több mint egy éve tart a Prosperitáti Alapítvány által meghirdetett pályázatoknak a sora, és ilyenkor mindig nagy örömmel látom azt, hogy milyen sokan pályáztak, és elbeszélgetve a helyi gazdákkal, a nyertesekkel, azt tapasztalom, hogy jó helyre került a pénz. Jó helyre került a magyar államnak, a magyar kormánynak a felajánlása, és olyan emberek kezébe került, akik nem akarnak elvándorolni. Itt akarnak maradni, itt akarnak dolgozni, itt akarnak élni, itt akarnak boldogulni, és itt akarnak a családjuknak jövőt teremteni. Az emberek dolgozni akarnak. Dolgozni akarnak, élni szeretnének. A magyar állam ehhez próbál nekik segítséget nyújtani, és csak pozitív hangokat hallottam ezzel a programmal kapcsolatban itt a helyiek körében, de egész Vajdaság szerte. Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője is köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta, hogy az elmúlt egyében Magyar Kanizsa községben 798 sikeres pályázat valósult meg. Az emberek igazolták a Prosperitáti Alapítvány létét, létezését, és ezt itt is láthatjuk, hiszen a termelők nélkül, a pályázók nélkül ez a program üres lenne, velük együtt tudunk szép eredményeket elérni, velük együtt tudjuk azt elérni, hogy két körben 313 magyar kanizsai pályázik, és 204 millió dinárt nyer, és harmadik körben, egyetlen egy körben már 485 nyertes pályázónk, és 307 millió dinárt hoznak ide ebbe a községbe, ebbe a közegbe. Itt lenni, látni a gépeket, én azt is mondtam fenn a színpadon, hogy remélem, hogy sárosak azok a gépek, és nagy a része valóban az, és egy kisebb része, amit későn kaptak meg, azt majd a következő időszakban kezdik el használni, de valóban az látszik, hogy mindenki azt vette meg, amire szüksége van, jó helyre érkezett, itt elmondták a szervezők, az Agrárunió elnöke, és kért, hogy ezt mindenhol mondjam el, hogy a kis és közepes termelőknek jutott ez a támogatás, és olyan emberek kaptak támogatást, akik a támogatás nélkül új gépeket nem tudtak volna venni, és ami külön értéke a programnak, hogy semmilyen politikai vagy egyéb hovatartozás nem határozta meg a nyertes-nem nyertes kilétét, tehát egy átlátható, jó működő rendszer alapján
pályázat alapján került kiosztásra a támogatás. Örülök, hogy ezt a terepen is hallom, mi is így gondoljuk, de kijöv az irodából itt a Vásártére, Magyar Kanizsán ezt hallani. Öröm, ez jelenti azt, hogy megéri a munka, amit belefektetünk, és hogy valóban hasznosul az a támogatás, amit Magyarország kormánya nyújt a vajdasági magyar közösségnek. Az ügyvezető azt is elmondta, hogy az év első felében újabb pályázatok lesznek elérhetőek, remélhetőleg az is akkora érdeklődésre tesz majd szert, mint az előzőek.